Sziasztok! A mai napon ezzel a szuvidáló rúddal fogok készíteni grillezéshez húst. Ezt most előpácolva vásároltam a Lidl-ben. Ez egy csilis paprikás pác, és ezt fogom most szuvidálni. Méghozzá 68 Celsius fokon és 2 óra 25 percig. Sajnos azt nem tudom, hogy ez a gyári vákumcsomagolás ez alkalmas lenne a szuvidáláshoz, ezért inkább a biztonság kedvéért átteszem ebbe a fóliába. Ez vákumcsomagolással fogom elkészíteni, és ez biztos, hogy szuvidálható, mert ezt már kipróbáltam 65 fokon és működött. Még mielőtt kibontanám a húst, először levágom a megfelelő méretű szuvidáló fóliát. Hát szerintem ennyi elegendő lesz. Igyekszem egyenesen vágni. És most az egyik végét, azt le is hegesztem. Ez csak sima hegesztéssel, tehát itt nem használok most vákumozást természetesen. Sajnos ezek a fóliahegesztők nem alkalmasak arra, hogy gyorsan tudjunk egymás után dolgozni vele. Ez egy kicsit szívfájdalmam. Ráadásul ez itt meg is gyűrődött valami oknál fogva. Rendben, és most ebből a csomagolásból átpakolom ebbe a csirke mellett. Azért, hogy ne kenjem össze azt a felületet, amit vákumozni fogok, ezért én kiszoktam hajtani. Óvatosan, hogy nehogy szétszakítsuk a tasakot. Itt szoktam kezdeni, és így kihajtom. Így, amikor beleteszek valamit, akkor itt, ahol majd vákumozni fogom, ott nem sérül. Ez a művelet tuti egy piszkos meló lesz, úgyhogy ide is készítek rögtön egy ilyen papírtörlőt. És az is kérdése számomra, hogy majd ezt a folyadékot hogyan fogja felszívni vákum csomagolás közben. Ezt ide belecsúsztatom. Ez a csomagolás ózonnal fertőtlenítve lett, tehát egyéb esetben, hogyha szuvidálunk, akkor nem igazán érdemes így a csomagolást is beletennünk, hiszen ezzel a kórokozókat belevihetjük a szuvidáló fóliánk belsejébe, szuvidáló tasakunk belsejébe, és az bizony nem túl szerencsés dolog, mert hogy alacsony hőmérsékleten szuvidálunk, akkor ezzel megfertőzhetjük magunkat. Itt most 68 fokon fogom végezni ezt, és utána grillezve lesz, tehát hasonló veszély itt nincs. Szerencsére meg tudtam úgy oldani, hogy nem lett semmi nagyon koszos. Ugye nagyon fontos ilyenkor, hogyha megvan a veszélye annak, hogy folyadék az bekerüljön a vákumozó gépünkbe, akkor ez csak ide kerüljön. Tehát ez a rész van ennek kialakítva, és ilyenkor a fóliánknak, ennek a tasaknak pont addig kell benyúlnia, hogy körülbelül ugye feléig legyen. Tehát, hogy a vákum az ki tudja szívni belőle a benne lévő levegőt, viszont a folyadék lehetőleg már ne jusson át rajta, úgyhogy én most szépen elegyengetem ebben a csirke melleket, hogy szimplán legyen, át tudja majd járni rendesen a forró víz körül tudja járni. Bízom benne, hogy így nem fogja majd felszívni, ez majd mindjárt kiderül. Az a lényeg, hogy ahol hegesztjük, forrasztjuk, ott ne legyen rajta szennyeződés lehetőleg. Így rákattintok. És akkor nézzük. Érdekes módon maradt benne levegő. Nem tudta teljesen kiszívni a vákum. Ugye az a lényege ennek, hogy vákumos csomagolásba tesszük, hogy ha vákumban van egy élelmiszer, vagy bármi, akkor lecsökken a forráspontja. Tehát ugye a víznek is a forráspontja a teljes vákumban, ott ha jól emlékszem, akkor ilyen 25-20 Celsius fok környékén van, tehát már szoba hőmérsékleten is forr a víz. Na, én azt gondolom, hogy ez egész jól sikerült, úgyhogy bele is tesszük a szuvidálóba. És ide szépen belehelyezem ezt a szuvidálandó húsunkat. Így rendben van, tehát 68 fok és 2 óra 25 perc, és indítsuk is el. Visszaszámol, és indul is. Ugye ez a szuvidáló rúd, ez keringeti a vizet, és nagyon fontos, hogy a minimumot azt mindenképp érjük el, és maximumig lehet feltölteni vízzel. Én egy elég nagy fazekat választottam ehhez, és már is elkezdtem melegíteni, jelenleg 28 Celsius fokos. A keringetett víz hőmérsékletéről itt folyamatosan tájékoztat minket a szuvidrúd,
ugye ezt föl kell most melegítenie 68 fokra, így biztos, hogy a grillezéshez tökéletesen szaftos és tökéletesen puha lesz a hús. Nem kezdi el számolni a 2 óra 25 percet, addig, ami föl nem melegítette a kívánt hőmérsékletre, erre a 68 Celsius fokra. És itt van egy másik trükk, amit én alkalmazni szoktam, méghozzá az, hogy egy alufóliával letakarom a fazekat, azért, hogy ne párologjon belőle el a víz egyrészt, másrészt pedig, hogy ne legyen nagy a hőveszteségünk. És mikor legutóbb szuvidáltam, 12 órán keresztül 65 Celsius fokon, mindössze 1,7 kW energiát emésztett mindez föl. Időközben le is járt a program, 2 óra 25 perc, és így néz ki a szuvidált csirkemell. Gyönyörű szépen megfőtt, és már nincs is más hátra, mint hogy meggrillezzük. Én közben már kint elkezdtem előmelegíteni a grilllapot. Fölvágom. Ki se veszem belőle, úgy gondoltam, hogy ide erre a műanyag tálcára ráhelyezem, de még ezt sem kell megtennem, hanem így egy az egyben kiviszem. A folyadékot, ami összegyűlt benne, azt valószínűleg majd felhasználom a locsolgatására a csirkemellnek. Igaz, hogy rengeteg levet eresztett, pedig nem is sóztam be. Tehát ez most gyári csilis édespácban van. Amint látjátok, a lehető legkisebb lángra vettem a gázégőt, hiszen így is nagyon fölhevíti, pedig egész nagy távolságon közte, tehát egy ilyen 7-8 cm. Nézzük is meg, hogy milyen hőmérsékletre hevítette. Most már jó, 224-225 Celsius fok, 260-270 fok volt még az imént. Nézzük is meg, hogy mennyire egységes ez. Hát itt már 150-200 fokon a szélén, viszont pont ahol sütni szeretnék, a közepén ugye eddig ott volt a legmagasabb, ilyen 300 fok fölötti hőmérséklet, amikor a pellet grillként használtuk. Hoztam ki még ananászkarikákat is, hiszen imádjuk az ilyen grillezett ananászt, és itt vannak a csirkemell darabok, úgyhogy most már rá is teszem, megnézzük, hogy ez a 200 fok, ez a 220-230 fok, ez elegendő lesz ahhoz, hogy egy finom kérget kapjon. Ho-ho-ho. Meglehetősen fröcsög, és még ez a legalacsonyabb lángon is sok úgy tűnik. Megpróbálom leítatni róla. Az igen. Átjöttem ide a másik oldalra, ahonnan a fény érkezik, és gyönyörű szép pörköt kapott a külseje. Hát ha ez bejön, akkor sokkal gyorsabb így grillezni, és sokkal finomabbak a húsik. Kicsit rá is nyomom. Hát itt elég vastagok ezek a csirkemellek, nem is értem, hogy miért így készítik elő grillezéshez őket. Szerintem szuvidálás nélkül egészen biztos, hogy nem működne. Vagy jó letapadt. Vagy gyönyörű kérget kapott. Na, rá is teszem a ananászkarikákat is. Kicsit kapjon az ananászkarikáknak a ízéből is. Hát, hogy egy kicsit még lehetne följebb menni hőmérsékletben. 240-250 fokig. Nézzük is meg, meddig hevült föl. Aha, most 200 fok így, hogy rajta vannak a húsok is, tehát ezek nyilván visszahűtik egy picit. Kicsit még megküldtem 250 fokra. És most már aztán tényleg gyönyörű pörköt kapott. Nagyon istenien néznek ki, remélem az ízük is ilyen lesz. Gyönyörűek. És most behúzom ide a ananászokat. Hát igen, azért nem mínusz 1 fokba, még mínusz 2 fokba kellene grillezni. Ó, az kicsit megégett. Sok neki a 250 fok. Íme el is készült a grillezett csirkemell. Nézzük is meg, hogy milyen lett, kóstoljuk meg. Ez jól néz ki. Megfelelő pörköt kapott. Vágjuk át, hogy minden rendben van-e. És így néz ki a belseje, azt gondolom, hogy teljesen rendben van. Sokkal finomabb így, mint hogyha csak simán megrűlözzük.
Innen is köszönöm Levente barátomnak a hasznos információkat, hiszen ő nemzetközi szinten is nagyon otthon van a barbecuezásban és a grillezésben, és ő mondta, hogy 68 Celsius fokon 25 percig érdemes szuvidálni, és utána 200 Celsius fokra fölmelegített grillapon érdemes meggrillezni. Nagyon finom lett. Nézzük ananásszal együtt. Ez egy picit megégett, úgyhogy veszek egy olyat, ami kevésbé pörkölődött meg. Csillis édes csirkemellhez tökéletesen illik ez az ananász. Nagyon finom lett. Még köretet sem kívánok hozzá. Ez az ananász még köretnek is megfelel. Köszönöm szépen, hogy ebben a videóban is velem tartottatok. Legyen szép napotok. Sziasztok!